reggeli füstjelek. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, jó reggelt kívánok mindenkinek! Sokszor fordul elő az életben az, hogy valamilyen kéréssel az Istenhez fordulunk, valamit szeretnénk, valamire vágyódunk, és Isten meghallgatja a kéréseinket, és csodálatos módon megadja a mi szükségleteinket, amit kértünk tőle. Sokszor van ilyen csodálatos ima meghallgatási tapasztalatunk, azt hiszem mindannyiunknak. Azonban azt hiszem, hogy többünkkel fordult már elő az, hogy valamire vágyódtunk volna, szerettünk volna valamit elérni, kértük imában az Istentől, és imában válaszként nem azt kaptuk, és az életünkben nem az történt, amit mi kértünk, hanem azon a területen, amelyre vonatkoztak a mi kéréseink, azon a területen mást kaptunk az Istentől, nem azt és úgy, ahogy mi kértük. Egy ilyen történetet szeretnék a Szentírásból megemlíteni, Mózes életéből szeretnék egy történet részletet megemlíteni. Mózest elhívja az Úr, hogy vezesse ki az ő népét Egyiptomból, a rabszolgasorból, vezesse ki, és vigye be az ígéret földjére, Kánaánba. Az Úr már Ábrahámnak megígérte, amikor elhívta őt, hogy majd az ő leszármazottainak, az ő népének, majd az ígéret földjét Kánaánt fogja majd örökségül adni. És ennek az ideje elérkezik, valóban ez nagy nép lett már, és Egyiptomból Mózes fogja kivezetni a népet, az Úr elhívja Mózest, és Mózes vonakodik ugyan, mert érzi ennek a feladatnak a hatalmas súlyát, de elvállalja, elfogadja az Úrtól a megbizatást, az Úr megígéri a segítségét, hogy minden élethelyzetben vele lesz, és Mózes valóban elindul ezen az úton, hogy vezesse a népet az ígéret földje felé. És csak ebből az egész történetből egyetlen egy mozzanatot szeretnék kiragadni. 40 évig vándorolnak a pusztában, és amikor közeledik már az ígéret földjének a határa, már közeledik az az időpont, hogy elfoglalhatják az ígéret földjét, akkor Mózes egy hibát, egy bűnt követ el, aminek a következtében az Úr azt mondta, hogy nem te fogod bevinni a népet a Kánaán földjére, hanem majd Józsué. És Mózes ott állt ilyen értelemben, hogy az a cél, ami az egész 40 éves pusztai vándorlás alatt ott lebegett a szeme előtt, ez a cél nem valósulhat meg. Ez a hőnvágyott cél, hogy a lábát arra a jó földre tehesse, amit az Úr megígért. Az Úr azt mondta, hogy nem te fogod bevinni a népet emiatt. Vajon mit tesz Mózes ekkor? Mózes őszinte bűnbánattal fordul az Istenhez, és a könyörgést meghallgató Isten a bűnbánattal hozzátérő embert az Isten nem veti meg. Meghallgatta Mózes imáját, megbocsátotta természetesen a bűnét, de azt mondta, hogy nem ő viszi be az ígéret földjére a népet. Mózes mit csinál? Elkezd könyörögni az Istenhez, hogy változtassa meg ezt az ítéletet, és mégis hadd mehessen be arra a jó földre. És nézzük meg, Mózes 5. könyvéből szeretnék olvasni egy igeszakaszt, a 3. fejezet, Mózes 5. könyve 3. fejezet, 26-27. Verséből a következő gondolatokat olvasom. Mózes visszaemlékszik, és ezt mondja, hanem ezt mondta az Úr nékem, elég ez néked, ne szólj többet már nekem e dolog felől. Menj fel a Pizga tetejére, és emeld fel a te szemedet napnyugat felé, és észak felé, dél felé, és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem mész át ezen a Jordánon. Mit mond neki az Úr? Nem változtatom meg az ítéletemet. Mózes úgy gondolta, hogy kéri az Urat, hogy legyen irgalmas, változtassa meg ezt az ítéletet. Az Úr azt mondta, elég, ne kérdezz többet. Nem fogom megváltoztatni az én ítéletemet. Mózes vajon hogy reagál erre az élethelyzetre? Elkezd zúgolódni és panaszkodni, hogy de Uram, én vezettem 40 évig a népet, mennyi mindent kibírtam, mennyit fáradoztam? Nem. Ha az Úr azt mondta, hogy nem, elég, nem változtatom ezt meg, zúgolódás nélkül
elfogadta az isteni végzést, elfogadta, és az ő utódát Józsuét készítette fel arra, amire ő úgy vágyott, hogy bevezethesse a népet, Józsuét készíti fel erre. Sőt, a népet is oktatja, tanácsolja, hogy mit hogy tegyenek, és mit ne tegyenek, amikor majd birtokba veszik az ígéret földjét. És be is következik, amit az Úr mond neki, Mózes 5. könyve 34. fejezetét lapozzuk fel. Mózes 5. könyve 34. fejezetében azt olvassuk az első, a 4. és az 5. versben, hogy és felment Mózes a Moab mezőségéről a Nébó hegyére, a Pizga tetejére, amely átellenben van Jerikóval, és megmutatta neki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig. És mondta neki az Úr, ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak mondván, a te magodnak adom azt. Megengedtem neked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mész át. És meghaltott Mózes az Úrnak szolgája a Moab földén az Úr szava szerint. Olyan szomorúnak tűnik ez a történet eddig, nem? Azt mondja neki az Úr, hogy menjél fel a Pizga tetejére, ott nézzél körül, szemeddel látod, nem mész át oda, és ott halljál meg. Olyan szomorú, szívszorító talán ez a történet. De nézzük meg, hogy vajon ez a történet itt véget ér? Mert Mózes valóban felmegy a hegy tetejére, körülnéz, látja azt a jó földet szemeivel, és ott meghal. Szeretném, hogyha föllapoznánk Júdás levelét, és nézzük meg, hogy mit olvasunk a 9. versben. Azt olvassuk, hogy pedig Mihály arkangyal, ugye ez Jézus Krisztus, mikor az ördöggel vitatkozott Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Ebből a Biblia versből csak egyetlen egy gondolatot szeretnék kiragadni. Azt olvastuk Mózes könyvében, hogyha tovább olvasuk ott a 34. fejezetet, hogy fölmentek utána, Mózes utána hegyre, és nem találták meg az ő tetemét. Miért? Azért Júdás levele ad erre választ, mert amikor Mózes meghalt, mit csinált Jézus? Eljött, és feltámasztotta Mózest, és nem a földi, hanem a mennyei Kánaánba vitte be, örök életet adott neki. Az Úr nem feledkezett meg hűséges szolgálájáról, mind arról, amit valóban ő hordozott Isten félelemben az ő népéért. És nem azt adta, amit kért, hogy erre a földi Kánaánba vezethesse be a népet, hanem a mennybe vitte, a mennyei Kánaánba. Olyan elgondolkodtató ez, hogy akkor most megvalósult Mózesnek a kérése, teljesítette az Úr a kérését, vagy nem. Valahol mégiscsak teljesült a kérése. Noha ő többet kapott, sokkal többet kapott, mert Mózes ilyenre nem is gondolhatott volna, hogy ezt kérje, hogy Uram, jó, meghalok, de utána támasz fel, és majd hadd menjek a mennybe, és majd onnan lássam, hogy mi történik az én népem, mert nem is gondolhatott volna ilyet. De mégis az elsődleges kérése is valamilyen szinten megvalósult. Miért? Mert amikor Jézus Krisztus itt a földi életében a halálához közeledve, a keresztáldozathoz közeledve, a megdicsőülés hegyére megy, ott megjelenik neki Illés és Mózes. Mózes, aki az első volt, akit a halottak közül feltámasztott az Úr és örök életbe vitte, és másik Illés, aki élve ragadtatott el. És ők erősítették Jézust az áldozathozatal előtt. És Mózesnek ilyen értelemben mégis teljesült ez a kérése, a lába megtapodhatta azt a jó földet, amit az Úr megígért Izrael népének. Igen, Mózes kért valamit, az Úr nem azt adta, nem úgy adta, hogy kérte, hanem annál sokkal többet és sokkal jobbat adott. És Mózes is megismerhette így az Istent, ahogy később Pál apostol megismerte, amit az Efézusi Levél 3. fejezetében így olvasunk, hogy annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen.
Igen, az az Isten, aki feljebb tud cselekedni mindent, mint mi kérjük vagy elgondoljuk. Tehát, ha valami nem úgy valósul meg az életünkben, ahogy mi azt kértük, akkor ne gondoljuk, hogy az Isten nem szeret bennünket, hanem valami jobbról gondoskodik a mi számunkról, számunkra, amit mi kérni és elgondolni sem tudunk. És ebben a bizalomba töltsük ezt a mai napunkat is.